Köszöntöm nézőinket! 40 éves fennállásának évfordulóját ünnepelte a Ringató bölcsöde, melyet a világjárvány miatt 2 év késéssel sikerült bepótolni az intézményben. Az eseményt az alapításkor a bölcsödében dolgozó munkatársak tették jelenlétükkel emlékezetesebbé, az ünnepséget egy múltba tekintő kiállítással és egy színes, nyüzsgő családi nappal tették élvezetesebbé. Tessék, tessék, helye, Az ünnepség a Ringató bölcsöde csöpségeinek előadásával kezdődött. Németh Edina vezető beszédében kiemelte, egy nagyon szép, modern bölcsődét, jó szakembereket vehetett át, így folytatva a szakmai munkát. A vezetése alatt eltelt 4 évben is színesedett, gazdagodott az intézmény. Igyekeztünk a küldetésünknek megfelelően a szülők által ránk bízott gyermekeknek pozitív élményekkel teli, elfogadó közösséget biztosítani, a harmonikus személyiség fejlődését tudatosan és tervszerűen alakítani, valamint a testi, értelmi és szociális képességeket a szülőkkel együttműködve erősíteni. Mindig szem előtt tartottam, hogy amellett, hogy a kisgyermekek és szüleik jól érzik magukat nap mint nap a bölcsödénkben, a munkatársaim is szívesen lépjenek be a kapukon, biztonságban, jó munkakörülmények között, vidám hangulatban és megbecsülve dolgozzanak. Úgy érzem, nagyon összetartó csapatot sikerült közösen kialakítanunk. Munkatársaim támogatják az innovatív ötleteim megvalósítását, tudunk csapatban gondolkozni, dolgozni, ami a szervezetünk mozgatórugója. Ármás Jánosné, Marika néni, az intézmény első vezetőjeként szívesen emlékezett vissza a kezdetekre, a bölcsöde működésének nehézkes, korai időszakára. Szeretettel hagytam itt a csoportot, fájó szívvel, de el kellett, hogy menjek. Nem kellett, de úgy éreztem, mennem kell, mert megszületett az unokám, és én bele is akartam venni a bölcsödébe meg. Letöltöttem a nekem. És elköszöntem. Akik itt vagytok, szeressétek a gyerek, mert a lét napfényei. És azt tudjátok, lettem muzsika a gyermekpasa. Sipos Tamásné Zita 2005-től 2018-ig irányította a bölcsöde működését. Örömmel elevenítette fel azt az időszakot. Amikor beléptem a kapun, előjöttek az emlékek, hiszen látva az udvaron, hogy mekkorák mentek a fák az alatt, az idő alatt is, amióta elmentem, hiszen ezeket már zömében mi ültettük. Amikor egy szülő hozott, amikor a kisgyermeke óvodába ment, azt felültettük, eszembe jut. Amikor a kisgyerekekkel családi délután keretében bokrokat ültettünk ott a kerítés végén, és milyen nagy lett. Vagy akár a francia diákokkal ültettünk, mert majd később erről is beszélek. Tehát tényleg rengeteg árnyékot adó fa áll tényleg rendelkezésre. És amikor beljebb léptem, mert azért egy hete is voltam az intézményben, látva azt, hogy mennyit újult ez alatt az idő alatt is, amióta én nem vagyok. Szívből gratulálok, gyönyörű a bölcsöde, családias. Campanari Talabér Márta polgármester elismerését fejezte ki a Ringató bölcsödében végzett színvonalas munkáért. Ezt a bölcsödét működtetik, azt gondolom, hogy közmegelégedésre, tehát rosszat nem hallottunk, és azt gondolom, hogy ezt szeretnénk is megőrizni, hogy a jó hírneve a Ringató bölcsödének megmaradjon. Nagyon sok szeretettel gratulálok, és jó munkát kívánok az elkövetkezendőkben is. Az önkormányzat minden lehetséges segítséget meg fog adni az elkövetkezendő években is. És még egy személyes dolgot, Zita említette a felújítást. Polgármesterként nekem ez volt az első nagyobb feladatom, hiszen 2010. októberében választottak meg, és gyakorlatilag egy elnyert projektet kaptam feladatul, és sikeresen meg tudtuk oldani, és azt gondolom, hogy akik ide hozzák a gyermekeiket, azokat ez elégedettséggel töltheti el. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Az épület folyosóján egy kisebb kiállítással emlékeztek a bölcsőde meghatározó pillanataira. Mindeközben Máriavában zajlott az óvoda udvarán a családi nap. A csöpségek számára számtalan játék lehetőség állt rendelkezésre. A fárasztó ugrálások közepette művészi hajlamaikat is kiélhették, sőt, még arcfestésre is adódott lehetőség. A színes kavalkádban a rendőrautó megérkezése hatalmas érdeklődést váltott ki, melyet rögtön birtokba is vettek az apróságok. Fennállásának 60 éves évfordulója alkalmából rendezett az elmúlt szombaton családi napot a Várkerti Általános Iskola, Inotai tagiskolája. Az egész napos program sorozat kulturális bemutatóval vette kezdetét, amelyen a tanintézmény egykori és jelenlegi pedagógusai, valamint tanulói is a színpadra léptek. A nap folyamán egy képzőművészeti és egy iskolatörténeti kiállítás is nyílt, melyet Tavaszti Rita tagintézmény vezető méltatott, de természetesen számtalan játékos foglalkozás és sportolási lehetőség is várta a rendezvényre kilátogatókat. A Várkerti Általános Iskola Inotai tagiskolája a 2021-2022-es tanévben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból jubileumi programsorozatot szervezett a tanintézmény, melynek keretében egy mezitlábas ösvényt és egy új fűszerkertet alakítottak ki, vers és prózaíró, valamint rajzversenyt hirdettek a tanulóknak. A kulturális bemutatóval és családi nappal pedig köszönetet mondott a közösség mindenkinek, aki részese volt az Inotai iskola elmúlt 60 évének, fogalmazott köszöntőjében Tavaszti Rita tagintézmény vezető. Tisztelt volt és jelenlegi kollégák! Az elmúlt 60 év alatt mindannyiunkat az a szál, az a közös szál kötött és köt össze, ami számunkra a legfontosabb. A gyermekek nevelésének, tanításának, formálásának fontosságának vetett vitunkból. Egy házat látok. Emlékszel-e rá? Egy régi házat. Oly régi. Tavaszi szellők népét buddanája, e házról sütöm mindig énekel. Szívem fejléje oly bárhol vetett. Emlékezel? Gyermekkorunk rózsás világa felé. Az egész napos program sorozat kulturális bemutatóval vette kezdetét, amelyen a tanintézmény egykori és jelenlegi pedagógusai, valamint tanulói is a színpadra léptek. Ez a kulturális bemutató, amit láthattunk, ez volt az ünnepély, a kis születésnapi megemlékezés az iskola számára. Nagyon örülök, hogy sok volt diákunk és pedagógusunk megjött, és akkor délután meg, ahogy egy születésnapi bulihoz illik, a családi nappal fogunk ünnepelni. A családi nap keretében egy képzőművészeti és egy iskolatörténeti kiállítás is megnyílt. Tavaszti Rita tagintézmény vezető hangsúlyozta, a gyerekek rajzaiban, legyen szó spontán alkotásról vagy rajzórai rajzszakköri munkáról, megjelenik az egyéniség, a bontakozó személyiségek egyedisége. Az iskolatörténeti tárlat kapcsán pedig felidézte az elmúlt 60 esztendő legemlékezetesebb állomásait és mozzanatait. Az iskola története már 1954-ben elkezdődött, de a jelenlegi épület, amelyben ma is tanulunk, ezt 1961-ben adták át.
négy évvel később kezdték meg az iskola környékének rendezését, amely 1967-ben nyert el végső formáját. 1975-ben pedig elkészült az intézmény tornaterme, az erőmű és a kohó hatalmas támogatásával. Ekkor lettünk 5-ös számú általános iskola. Ide csatolódott az addig a faluban különműködő oktatási intézmény is. A 80-as években tovább bővült az iskola tárgyi felszereltsége, de sokat fejlődött az oktatás színvonala is. Bevezették a fakultációkat, megindult a számítástechnika és az angol nyelv oktatása, és országos hírű lett az intézmény falai között működő aerobik csoport. Legfőbb értékünk és erényünk, amit mindig kihangsúlyozunk, az, hogy itt vagyunk egy kis lakóövezetben, az a kimondottan családias jellege. Nem vagyunk nagyon sokan, ugye egy év folyamunk van, mindenki ismer mindenkit, pedagógusok, diákok, közeli kapcsolatban állnak egymással, tehát a nagyon családias jellegünk és a védett óvó környezetünk, meg hát természetesen az oktatáshoz is minden feltétel adott, hála Istennek minden tantárgyat szakos kollégával tudunk még megoldani, illetve a pályázatoknak köszönhetően nagyon jó a technikai felszereltségünk és az eszközellátottságunk. 60 éves az iskolám, 60 éves Inotán, ami kicsi iskolán. Hegytetőre állok én, s innen nézek szerteszik. Inotai iskolám, ide jár sok kiskomán. Itt tanultunk A-tól Z-ig, Nagy Sándortól Szigetvárig. Édes drága tanodám, köszönök én mindent el. Köszönök sok kedves percet, a tanításaitoktól okosabb lettem. A kulturális blokk után a játék és a szórakozás lett a főszerep. A gyerekeket és szüleiket többek között előadások, lufidárc, céllövölde, sorversenyek, kosárlabda és foci mérkőzések, valamint henna festés várta. Az ünnepi rendezvény sorozat június 11-én egy utcabállal zárul majd.